Sándor Krisztián, Lénen Rozeli, 10 kollázs. Tegnap arra gondoltam, lesz egy szép nyugodt napom, mert bár szerettem az úgynevezett ajándék félóráimat a műterembe érkezéskor, amikor mindenki kérhet, amit csak akar, és én teljesítettem az óhajokat, de ma nem. Ma nem nyitom ki. Beteget jelentek, ma más dolgom van, és meg kell hívnom Krisztián kiállítatának bevezetőjét. Azután minden összetorlódott. Még nehezebb lett, nehezebb, akár én hívódva sétálgattam a műtőben az ösvényeim. Már-már telefonos segítséget gondoltam, ahogyan ez divatos, és kerestem az S betűnél Sándor Krisztiánt. Amikor végre megértettem, hogy ő nekem a K betűnél a Krisztián. Elővettem azt a három rajzot, amit előző nap kaptam, és akkor nagyon segíteni kezdett az a figyelő szeretet, amit éreztem a kissé meredek Konty utcában, ahol Krisztián várt. És segített az olaszkert, a ciprus, az olajfa, a cédrus, a pálmafák, amiket mutatott, és ő ültette ott, ahol 38 éve született. Azután segített a víziváros. Ahogyan ő mondta, olyan, mint egy kedves falu. A harangozásaival, bár sehol egy vinagon van. Az egyik rajz dedikációja kedves tanáromnak, Zsófinak, szeretettel Sándor Krisztián. Igen, így ismerkedtünk meg, olaszul tanult a lányomtól, itt a Rákóczi úti műtermemben, és most úgy érzem, nagyon régen volt. Egy biztos, még a múlt században. Aztán nagyon-nagyon sok minden történt. Néha még Szőke Gazsit is sikerült leelőzze a műterembe érkezéssel, pedig ő vonattal járt, igaz a legmesszebbről, de menetrend szerint. És a Tihanyi kőasztal, ahonnan minden valahogyan közelebbnek érződött. Az ég, a föld, a lent és a fent, ahol a párbeszédnek szánt monológiaink a belső tó csillagossága alatt úgy osztódtak szét, hogy mindenki többet kapott, mint amit szétosztani tudott. Tündöklő nyaraink gyors tüze, Baudelaire. Sándor Krisztián harmadéves, Krisztián képeit az intenzív színek és a figuralitás jellemzi, úgy, hogy minden ecsetvonása szervezt része munkáinak. Most kollázsokat állít ki, ezek nem figurálisak, és színei sem olyan intenzívek, mégis természetes áradások jellemzi festőjüket. Pályázati kérelmét messze nőkig támogatom, Körmondán Zoltán, 2005, 4.-8. És ugyanezen a lapon, egy évvel később, úgy tűnik spóroltam a papírral, a képek ma is áramlanak, ahogyan visszajött, hazajött New Yorkból, mint Ludwig ösztöndíjas, és hirtelen tele lett a műterem sarka új és új kollázsokkal, persze figurálisak, és persze nagyon intenzív színűek. Pláne most a Mauritius szigetek és Tájföld után. Pályázatát támogatom. Utóirat. Most kell Sándor Krisztián képet venni. Zöldmonár, 2006. 5. Gondolom, 2006.
májusában a sok ajánló sorai között azért írtam ezt az utóiratot, mert hogy egy banki vásárlást ígérő pályázaton lakáskassa fundamenta vettek részt a hallgatói. Ma 2013-ban sem gondolom másképpen. Most kell Sándor Krisztián képet venni. Most kell nem félni az összefestékeződéstől. Igen, életveszélyesek ezek a feldarabolt, roncsokra szedett és újból még magasabbra és mélyebbre mutató új kollázsok. Ő is, mint Ora, David Grossman menekülve túrázó, a fia életéért megállni képtelen asszonya, szétszed és összerak, hogy őrizze a hitet, őrizze és mutassa életünk fényeit. Köszönöm. Köszönöm, hogy kiállítás megnyílt. Mindenki érezte jól magát.